A Magyar Képzőművészeti Egyetem története visszanyúlik a 19. századba. 1867 kiegyezés után teremtődött meg, amikor lett végre önálló kulturális büdzsénk. Ennek következtében 1871-ben megalapították a országos magyar királyi mintarajziskolát és rajztanár képezdét. Mit jelentett a mintarajziskola? Azt sugallta, hogy itt mintalapok, mintaképek alapján dolgoznak. Ezt a tudományt nem más tanította, mint Székely Bertalan. Kora valóban legkiválóbb képzőművésze, nagyszerű elméleti tájékozódással rendelkező teoretikus művészeti írója. Ő tanította az alakrajzot. A szobrászatot kezdetben Izsó Miklós tanította, aki valóban a kora legkiválóbb művésze volt, csak nagyon korán meghalt, és aztán még érdemes megemlíteni Sulek Frigyes nevét, aki a Mátyás templomot is akkoriban építette át, ő építészeti alaktant tanított. Tehát azt mondhatjuk, hogy a keleti Gusztáv által vezetett iskola egy európai színvonalú, nagyszerű művészeti intézmény volt, ami kezdettől fogva nagyon színvonalasan oktatta a művészeteket. Némi változás a század végén történt, az 1880-as években, amikor a döntéshozók elérkezettnek látták az időt arra, hogy végre legyen művészeti akadémiánk is, ahol nem csak rajztanárokat, hanem valóban művészeket képeznek. A 80-as évek közepén megalapították az első mesteriskolát. Mesteriskolák közül az első Benczúr Gyula mesteriskolája volt. Benczúr Gyula nagyszerű mestere volt a historizmusnak. Fantasztikus történeti képeket festett, például Budavár visszavételét, és elismert portréfestő volt. Az ő iskolájában meg lehetett tanulni ezt a Rubenszi hagyományokra alapozott virtuóz ecsetkezelést. A második mesteriskola Strobl Alajosé volt, itt a szobrászat mesterségét lehetett megtanulni a hallgatóknak. Strobl volt az, aki berendezte Budapestet. A budapesti közterekre számtalan köztéri szobrot készített, például Arany János szobrát a Nemzeti Múzeum elé, vagy Szent István szobrát a Mátyás templom mellé. A harmadik mesteriskola Locz Károlyé volt. Locz Károly arról vált nevezetessé a 19. század végén, hogy nagyszerű falképfestő volt. Locz Károly volt az, aki Tanmórral együtt kifestette a Nemzeti Múzeumot. Ő festette meg az Operaház nagyszerű mennyezetképét, festett falképeket az Országházba. Így 1900-ra, a századfordulóra tulajdonképpen létrejött a lehetősége annak, hogyha egy magyar tehetséges művész itthon akar tanulni, akkor itthon is lehetővé váljon számára az, hogy elsajátítsa a legfontosabb művészeti tudást, ami szükséges ahhoz, hogy aztán európai szintére lépve neves művésszé váljon.